Két jelentős jubileum szolgáltatta a közös ünnepi szentmisét vasárnap a kecskeméti nagy templomban. Idén ünnepli aranymiséjét és pappá szentelésének 50. évfordulóját Bíró László püspök atya, valamint pappá szentelésének 30. évfordulóját Finta József atya. A közös ünnepi szentmise 17 órakor kezdődött, a szentmise szónoka dr. Bábel Balázs érsek atya volt. Hogy hogyan emlékszik vissza dr. Finta József érseki helynök, a nagy templom plébánosa pappá szentelésének napjára, arról a Kecskeméti Televízió Élővíz című műsorában beszél. Nyilván a életem egyik legjelentősebb, legszebb eseménye volt. Nagy örömmel készültünk rá. Emlékszem arra, hogy a helvéciai ifjúsági csoporttal előző nap este egy közös szentségimádást tartottunk, imádkozva az én hivatásomért, illetve hálát adva érte, és ez is egy jó kis rákészülés volt. Nyilván előtte már vettünk részt a papnövendékekkel, vagy szentelésre várókkal lelki gyakorlaton is. Finta atya családjában vallásos nevelés kapott, és elmondása szerint már 2-3 évesen tudta, hogy pap lesz. A papi hivatást végérvényesen a piarista gimnázium elvégzését követően választotta, az itt töltött diákévek alatt kapta a Giuseppe Pece nevet is. Azt a mondatot, vagy azt a jelmondatot választottam, amit Jézus is felolvas a názáreti zsinagógában, ugye a működésének a kezdetén. Az Úr lelke van rajtam, ő küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a raboknak szabadságot, illetve megvilágosodást a vakoknak. Tehát ez a kis összetett mondat az, amit én választottam, mert úgy éreztem, és úgy érzem ma is, hogy csak Isten szent lelkének a segítségével tudom betölteni a hivatásomat. Finta atya életéről, a papi hivatásról, saját hitvallásáról mesél az Élővíz című magazin műsorunk június 19-i szerdai adásában este 8 órakor.